A Szexárdi Babics Mihály Kulturális Központ újra nyitotta kapuit a látogatók előtt. A programok szépen lassan visszaállnak a régi megszokott rendszerbe, de addig is Zsikó Zoltán, a Babics Mihály Kulturális Központ igazgatója örömmel értesíti a nézőket, hogy az Agóra mozi már üzemel. A mozi sok országos szövetsége pályázatot hirdetett a koronavírus helyzet alatt bezárt és ellehetetlenedett városi mozik megsegítésére. A megnyerhető támogatási összeg segíti az intézményeket az újranyításban és a kárenyhítésben. Annak a kötelezettségnek kell eleget tegyünk, hogy a mozi műsor 30%-a kell magyar filmekből álljon, és hogyha ezt teljesíteni tudjuk, akkor egy komolyabb anyagi támogatással, egy pályázati forrással segítik visszaállítani a mozit a régi megszokott menetrend szerint. A pályázat célja, hogy a magyarországi mozik segítségével népszerűsítsék a magyar filmeket és magyar koprodukciókat, valamint, hogy visszacsábítsák a nézőket a vászon elé. A szexárdi Agóra mozi a kiírásnak megfelelően 1 ezer forintra pályázhatott, amiből 20% önrészt kellett vállalnia, így a támogatási összeg 1 millió 160 000 forint lehet mindenkinek azt mondom, hogy vissza a moziba, és 2020. július 2 29-ig a Magyar Film hónapját tervezzük megvalósítani itt a kulturális központban. Számos magyar film lesz elérhető, kérem, hogy ezek, ezekről tájékozódjanak a www.szexadagora.hu címen. A Vissza a moziba felhívás a Magyar Filmek hónapjává tette a júliust, így az Agora moziban is több magyar film lesz látható.